Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves nézőket Szigetszent Miklósról, ahol a Provident Kupa záró napján a magyar női kézilabda válogatott Csehországgal mérkőzik. Akik látták előző két nap közvetítésünket, azok tudják, hogy nem voltak nehéz mérkőzések Németh András együttesének számára az osztrákok, valamint a szlovákok ellen lejátszott találkozók, és hát a csehek ellen sem számíthatunk kiélezett találkozóra. Meglátjuk majd, hogy alakul. Az biztos, hogy a három nap alapján ez a legerősebb keret, amellyel a magyar női kézilabda válogatott pályára lép. Azt mondják a szakemberek, hogy tulajdonképpen az a csapat, amelyik itt most szerepel, az majdhogy nem az EB csapat, de hát az Európa bajnokságig még nagyon sok idő van hátra, így hát talán felesleges lenne különösebb kijelentéseket tenni. Közben azt láthatjuk, hogy Filip Nocsár korábbi kiváló cseh kézilabdázó ad át virágokat egy 100., valamint egy 50. válogatottságát ünneplő Cselánynak, Cserenkovának és Zöhavának. Juhász Istvánnal nézzük most is a mérkőzést. Mielőtt azonban Nocsárról beszélgetnénk egy kicsit, és a csehekről, hallgassuk meg a himnuszokat. Következik a magyar himnusz, a lányok rózsaszín pólóban állnak ki, itt látható a Májvirág alapítvány mellett állnak ki a mi nyakrák elleni küzdelem mellett. Tehát a Magyarország-Csehország női kézilabda mérkőzés itt a Provident Kupán, és visszatérve a rózsaszín felsőre és a Májvirág alapítványra, hogy a pólón az a felirat látható, hogy mindannyian májvirágok vagyunk, nagyon aranyos a felirat, és hát ami nem annyira aranyos, és egy nagyon szomorú üzve, májva virág, rosszul mondtam, elnézést kérek a nevet, szóval májva virág. Ami nem annyira aranyos az, hogy a minnyaknák sajnos a fiatalok betegsége is, a 45 éven alul még körében ez a második leggyakoribb rossz indulatú daganatos betegség, és hát ha valamelyik válogatott valóban hitelesen tudja képviselni az üzenetet, akkor az a magyar női kézilabda válogatott. Na de visszatérve a csehekre, Juhász István, a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai igazgatója, ahogy már hallhatták az elmúlt két napban, most is itt ő mellettem. Itt lehet látni a csehek összeállítását. Hát egy játékos játszik Magyarországon, Nedvikova, Moson Magyaróváron. Mit várhatunk ettől a csapattól, Pista?
Én személy szerint a magyar válogatott érdekében azt remélem, hogy a cseh válogatott hosszú ideig, vagy a mérkőzés jelentős részében fog olyan ellenállást kifejteni, ami a magyar válogatottnak a javára is válhat, hiszen nagyon fontos lenne, hogy egy kemény ellenfél ellen tudjanak, vagy keményebb ellenfél ellen tudjanak készülni majd az Európa-bajnokságra. Előzmények nem ezt mutatják, hiszen a cseh válogatott elvesztette a mérkőzéseit, de ugye a sport az soha nem lehet kiszámítani a sportot. Tehát reméljük, hogy megemberedi magát a válogatott. Ugye szóba került még itt a felvezetésben, hogy nagyon erős összeállításban játszik most a magyar válogatott. Négyen maradnak ki, miközben láthatjuk, hogy Jambásni a szövetségi kapitány a cseh oldalán. Szóval a magyar válogatottban most többen visszatértek az első meccsen játszók közül. Például itt van Bulat Anita, aki akkor 8 gól dobott, vagy éppen Bognár Bódi Bernadett, aki szintén jól játszott az első találkozón. Trissuk, Szucsánszki, Kovacsics, Bulat, Herr, Görbic, Krivinyi, Bíró, Szamoránszki, Kiséva, Bognár Bódi Bernadett, Mayer Szabina, Orbán Andrián, Planéta Simonetta, Mészáros Rea, Erdős Ildikó, Tomori Zsuzsa és Tóth Gabriella összeállításban játszik majd Németh András vezetésével a magyar női kézilabda válogatott. És hát most már a rózsaszín felső lekerült, a Málga Virág Alapítvány felsője és fehérben játszik a magyar csapat. A két játékvezető, ahogy eddig minden mérkőzésen, itt a problémák után minden magyar mérkőzésen, Hansen valamint Rően, norvég játékvezetői kettős, tehát Görvic Anita, aki az első nap pihenőt kapott a szlovákok elleni mérkőzésen, és ő a csapatkapitány, de közben, itt közben a cseh válogatott csapatkapitányát láthatjuk, Keszlikovát, a kezdő dobás pedig Tóth Ittó kégyenletes édesanyja végzi el, aki a Májvar Virág Alapítvány megálmodója és létrehozója. Itt 3 évvel ezelőtt kellett műteni emiatt a betegség miatt. Megkezdődik tehát a mérkőzés. Fehér mezben a magyar válogatott, kékben a csehek. A magyar csapat már megnyerte a Provident kupát, hiszen tegnap 46-23-ra győzött Németh András együttese. Azt megelőzően Ausztriát 36-23-ra verték a lányok. A csehek pedig Ausztriától 24-22-re kikaptak, és Szlovákiától a nyitó napon 1 góllal 22-21-re. Betörési kísérlet és egy szabálytalanság, 7 méteres helyzet a magyar válogatott, Szamoránszki harcolta ki. Összeállításból láthatjuk, hogy a legerősebb, jelenlegi legerősebb összeállításában lép pályára a válogatottunk a csehek ellen. Valószínűsíthető, hogy addig nem történik, reméljük semmilyen rendkívüli esemény. Görbic készülődik közben a büntetőhöz, be is lövi. Magyar gólnyitásként 1-0-ra vezet a magyar csapat. Akkor ez a válogatott lesz az Európa-bajnokságon is helyet húzza, azt gondolom, a kezdő csapat. Igen. Ami talán érdekesség a kimaradók között, hogy Kovacsics ugye a 3 mérkőzésből másodszor nincs itt a szélen, tehát nem ő játszik majd a szélen. Erre lehet talán azt mondani, hogy azért még sok idő hátra van az Európa-bajnokságig, a kerethirdetésig, és hát lehet bizonyítani. Így van. Ami érdekes, hogy nyitott védekezéssel kezdünk. Ez először fordul elő a torna folyamán, hogy nem a 6-0-as területvédelemmel kezd a válogatott. Szucsánszki, Görbic, Tomori, most bent a pályán, Bognár Bódi húzódik ki a szélre, bent középen, ahogy már láthattuk a büntető kiharcolásánál, Szamoránszki, Piroska beálló pozícióban, és lent a bal oldalon Kovacsics, Anikó, erős fölállásban a magyar csapat, Szamoránszki kezéből a lábára csúszik a labda, és egy gyors indítási kísérlet, pontos is a csehek részéről, itt van az első gól, Nedlikova a szerzője, rá érdemes figyelni, nem csak azért, mert Magyarországon kézilabdázik, hanem azért, mert tegnap az országok ellen 8 gólt hintett. Talán azt gondolom, hogy ebben a jelenlegi cseh keretben talán ő az egyedüli, aki a komolyabb játékosok kategóriájába tartozik. Szucsánszki, Tomori, fönnakad a védelmen, megtámasztották a lövés pillanatában, Csenkova nyúlt oda, ő az, aki a 100. válogatottság alkalmából kapott egy virágcsokrot a találkozó elején, itt van Szucsánszki, és utána, ahogy Tomori fönnakad, Görbic, Szucsánszki, Tomori lövése, nem volt igazán a szélre helyezett. És kicsit erőtlen is volt sajnos, tehát úgyhogy ez csemege volt úgymond a cseh válogatott kapusának. Sterbova tovább, Keciková, Sterbova.
kijön Görvit zavaróba. Mindenféle felállás és variációt láthatunk az elmúlt napokban Németh András válogatottjától. Tomori pedig odaáll, és sárgalapos figyelmeztetés, valamint 7 méteres. Belül is volt, mint lehet látni. Ott teljesen jogos 7 méteres volt. Egyelőre úgy látom, hogy igaz még csak 4 perc, tehát 4. percen vagyunk, nem nagyon találjuk a nyitott védekezésben a helyünket, úgymond. Kesszikó már megy oda, hogy elvégezze, ő is lőtt mind a két eddigi találkozón gólokat, 3-3-at, és most első szándékból, nem túl erősen, de elteszi a kapu bal oldalába a labdát. Ezen a mérkőzésen is ez maradt ki a felsorolásban, ugye most kis Éva kezd a kapuban. Júró Blanka is itt van a kereden, és felorsolja. És ott van, 3 kapussal játszik ezen a mérkőzésen a magyar válogatott. Görbic, Tomori Zsuzsa, a passz lecsorog. Bognár Bódi Bernadett, ő az első meccsen pályán volt. Jól játszott védekezésben, 3 gólt szerzett, ez pedig egy remek lövés Szucsánszki találatával. 3-1. Mert bocsánat, 2-2. Ez a labda mellé ment. Sterbová kísérlete. Szucsánszki. Görbic, Tomori. Görbic, ez nagyszerű megoldás. Kár, hogy az ejtés végül is, Bognár Bódi ejtése nem talált utat a hálóba, szép volt, hogy olyan, mintha benézett és lelőtte a sarokba. Kiváló volt a passz, sajnos a kapus ugye stabil pozícióban volt, ilyenkor az ívelés végrehajtása roppant nehéz technikai feladat, a szélsőknek sajnos nem is sikerült ugye ebben a helyzetben. Ranikova egyébként a cseheknél a kapuban. Kesszikova. Meglepően összeszedetten kezd ezen a mérkőzésen a cseh válogatott. Ková a találat szerzője. Ezzel a góllal újra vezet a cseh csapat 3-2-re. Kicsit puha védekezésünk az előző két naphoz képest. Nyitott védekezés ellenére nem tudunk ütközni, nem találjuk a távolságot a labdás emberrel. Ez bent van. Kovacsics a gólszerző, 3-3. Kovacsics Anikó találatával, tehát ismét egyenlítünk. Eddig Szucsánszki, Kovacsics és Görbic volt eredményes. És tulajdonképpen elkönyvelhetjük, hogy nagyjából az első 5 percet a csehek nagyon-nagyon jól hozzák, mert hogy az első 5 perc végén még egy góllal vezettek, most itt a 6. perc leteltével 3-3 az állás, de magyar indulás, magyar labdaszerzés, Görbic passzát, azonban olvasta ezúttal Nedvikova, és elcseni a labdát, fordulat a cseh válogatott, Sterbová. Belemenés gyanús volt. Igen, és másodszor is az, a második azt fújja le a bíró. Az első is belemenés gyanús volt, én úgy érzem. Nagyon üresen ott maradt a belemenés után, egyébként Terbová kérte és kapta, és aztán még egyszer szabálytalankodott, és ezt már lefújta a bíró. Jambásnyi a képen, miközben láthatjuk, hogy Görbic passzolja vissza a labdát, Tomori. Bognár Bódi. Görbic. Kimennek rá, meg tudja játszani, és gyönyörűen is fejezi le Szamoránszki piros kereszt az akciót. Elég kiélezett helyzetben kapta a labdát Piroska, de... Hasonló a forgatókönyv, mint tegnap volt, hogy emlékszünk rá, Anita rengeteg úgymond assziszt passzal látta el, úgymond a csapattársait. És már a Zsuzsa is, Tomori Zsuzsa is, Anita is, azt hiszem a negyedik bejátszás volt már a Piroskának, tehát... Igen, mert hogy tegnap a szlovákok elleni mérkőzésen, amely hát a végén nagyon-nagyon simán 25 góllal is fejezett a magyar válogatott, nagyon szépen a beállónak ott a vonalon adta oda a labdát a társ, és Renkova megszerzi az újabb cseh találatot. Szóval ott Görbic nem annyira a gólszerzésben, mint inkább a kiszolgálásban jeleskedett. 3 gólt lőtt, de rengeteg remek passza volt. A védekezésünk úgy látom, hogy ahogy az előbb is említettem, most újra báló pozícióban szereztek volt a csehek, tehát továbbra is gond a báló játékos semlegesítése, főleg a hátsó középvédő részéről.
Görvitz. Ezúttal megint megoldják a védekezést, mondjuk bent a beálló poszton Szucsánszki volt középen, és egy újabb cseh találat Knedliková immár a második gólját jegyzi, és újra a cseh válogatottnál az előny 5-4-re vezet Csehország. Talán szerencsésebb lenne, ha egy pár távoli zónából való lövést fölvállalnánk, és akkor több lehetőség nyilván a válónak még. Mint ahogy most is, csak hogy ettől azért kicsit jobb kivitelezésben. Kimaradt ez a támadás is, vagy gól nélkül fejeződött be ez a támadás, és megint a csehek fordulnak. Fornyák Ági kisgyermekével, aki annak ellenére ott van a baba az ölében, aktív, és a Győr játékosa. Becsúszik sajnos a labda, a lövés. A találat jegyzője Csenková. Nem volt egy túl erős átlövési kísérlet, de ott láb között végül is. Lehet, hogy egy időkérés már időszerű lenne védekezésünket összeadni. Igen, nem nagyon áll össze a magyar válogatott védekezése. És hát így a csehek két góllal vezetnek, eddig nem nagyon volt ilyenben része a csapatnak a tornán. Mármint az ellenfél elmegy kettővel. Tomori teszi a labdát a szélre, és ez most szépen megnézte a helyét a belépő gólnál Bódi Bernadett. És el is tette oda a hosszú alsó sarokba. 5-6, lehet, hogy úgy van vele Németh András, hogy nem bőtje egy kicsit. Bálós, újra bálós lehetőség. Nem bőtje egy kicsit érzik a lányok, hogyha hátrányban vannak, és milyen a kapaszkodás, mert hogy ebben nem volt részünk. Minden esetre 7 métereshez jut a cseh válogatott, és Csenková fogja elvégezni. Ez is bent van. Pedig szemtelen megoldással rápörgette a fejére az Évának a labdát. Megnézhetjük még egyszer a lassítást, és akkor most az időkérés Németh Andrástól. Nem volt szabad dobás, gyerekek, hát nincs miért. Nem tudjuk védekedni szabad dobások nélkül, nem volt benne egy fal. Az első bejátszást elvittük, utána mindegyik megült. Tehát nem egy előre nem menet kész. Azt mondja, hogy már most megcsináljuk a cseréket, Szécső csere körben még marad, Gyurcsi marad, Balát lövő jelen pillanatban, Piros cserél majd a Szabinával, a Szécsők már most cserélnek. Marad a cserész a Szabinával, és akkor jön föl védekezni a Trish, és ő meg cserél a Szimóba. Jó? Na gyerünk, próbáljunk! Menjünk már egy kicsit gyorsabban! Igen, kicsit belealudt egyébként a válogatott ebbe a vasárnap délutánba. A két könnyebb meccs után a csehek ellen is hasonlóra számíthatunk. És talán ezért is kell most fölrázni a csapatot. Igen, hát az a két meccs törvényszerű, vagy nem törvényszerű, de azért tudatalat is elaltatta a lányokat, hiszen elég könnyen harcolták ki a győzelmet mind a két mérkőzésen. És én láttuk, hogy András is azt kérte, hogy a fautokat hajtsuk végre védekezésben. És a tervezett 15. percben történő cseréket már most eszközöltük. Tehát a szélsőket, illetve a jobb átlövő pozíciót, báló pozíciót megcserélte. Két gólos hátrányban a magyar válogatott, Csehország 7-5-re vezet, és Németh András időkérés után Görbic passzolja Tomorihoz a labdát. Planéta bent a pályán, ahogy szóba került az előbb. Görbic. Mayer. 7 méteres. Belül volt, jócskán belül volt. Zsupková, hogyha jól láttam. Itt van Görbic kiszolgálása, hát teljesen jogos 7 méteres. Vitatkozni sem lehet rajta. Görbic, gól! 6-7 magyar szempontból a találkozó állása. Anitának ez a második gólja a mérkőzésen. És védekezést is váltottunk, ugye nem működött a nyitott területvédelem. Visszaálltunk az alapvédekezési formára, 6-0-as területvédelemre. Lent a jobb oldalon Orbán a pályán. Kiscsuk, ahogy lehet látni, középen, nagy erővel tolta kifelé a Jelánt Erdősi a bal oldalon, de a találat szerzője annak ellenére, hogy így álltunk föl és másképp védekeztünk,
a csehek részéről. Kabá. 8-6-ra vezet a cseh válogatott. 12. perc a meccsen. Görbic. Tomori. Planéta. Tomori. Planéta. Inkább lepasszolta. Mayer visszaszerzi a labdát. Nem nagyon tud rákészülni a lövésre. Ez így szép. Görbic mondta meg, nagyon meddőnek tűnt a magyar támadó játék, és aztán Görbic Anita döntött úgy, hogy inkább lő egyet távolról. Ezt, amit hiányoltam, hogy a távolölövéseket kellene először körben erőltetni, nem pedig a bejátszásokat. Egy gólos hátrányban vagyunk. Decikova. Dubkova. Terbová. Jó kezdett a cseh válogatott, ezért tegyük hozzá. Meg is lepték egy kicsit a magyar csapatot. Falban valaki szabálytalankodott. Rendbe inti a feleket. A norvég bíró. Tehát tovább. Felutka. Tomori volt kint. Egy, hát kicsit elnéztük ott a jobb oldalon. Túl nagy teret engedtünk a cseh szélsőnek, aki ezt köszönte szépen, kihasználta a találat szerzője Tenková, aki nagyon eredményes eddig. Egy másabb cseh válogatottat látunk itt az első két nap. Orbán megy be, középre. Ide fölé suhintott a Planéta Simonetta sajnos. Pedig ez lenne a játék, csak ugye pontosabb befejezések és egyes-kettes közt van a bálósunk. Jó lehetőség a Simonettának átülésre, amivel tudok is élni az előző két mérkőzésen. Kesziková. Átkerül a jobb oldalra. Terbová. Megint megjátszák Csenkovát, aki rendre ott van, tisztán ott van, és góllal is fejezi be a támadást. Nem nagyon tudunk a bal szélsővel egyelőre mit kezdeni, ez a negyedik gólja, hogyha jól vezetem a statisztikát. Igen. De az ötödik már, itt a felirat szerint, igen, könnyen lehet, az ötödik gólja tehát. Tomori fönnakad, de tovább viszi, kap egy belülvédekezésért kap a magyar válogatott egy 7 méterest. Három góllal vezet Csehország. Hát mondjuk azt, hogy nem baj, hogy kaptunk egy 7 méterest. Sterbová volt beljebb, mint kellett volna, de nem csak ő állt a vonalon. Kapuscsere a cseheknél. Saprapová áll be. Görbic pedig oda megy, ő fogja elvégezni tehát a 7 méterest. Görbic és Saprapová. Nagyon szépen, finom kézmozdulattal. Megvan a 8. magyar gól. Görbic Anita a 4. találata. Érdekes olyan szempontból, hogy Anita tegnap, amikor szaladt a szekér, akkor nem nagyon lőtt gólokat. Most ugye láthattuk átlövésből az előbb a büntetőket, hogy elvégzi 3x3-as a mütetója, és hát most kell is, hogy valaki fölkapja a lányokat. Hozzá föl kell nőni ahhoz a feladathoz, hogy most meg kell fordítani a mérkőzést. Ráadásul nagyon szépen lőnek most már nem csak a szélről, hanem középről is. Terbová volt eredményes. És ami a probléma, hogy negyedik átlövés góljukat lövik. És hogy András említette, hogy a időkérdésnél, hogy nincs faut, nincs szabad dobás, tehát nagyon puha a védekezésünk. Ezen mindenképpen változtatni kell, mert ez problémát jelentett a későbbiekben. Folyamatosan növeli az előnyét. Igen, szép gól Görbictől. Na, megvan a harmadik átlövés gólunk. Igen, lentről föl a hosszú felső sarokba suhintotta a labdát Görbic Anita, ez most szép volt, de hát az a baj, hogy ezért csak kettőre jön vissza a magyar válogatott. És ezt a cseh csapatot a támadás építés közben sem lehet egy pillanatra sem most már figyelmen kívül hagyni, mert kihasználva azt, hogy kicsit álmosabban kezdünk, a csehek nagyon jól pörögnek itt az első negyed óra alapján, és hát folyamatosan növelték az előnyt. 1-2, majd 3 óra, most éppen 2-vel 11-9 vezet a cseh válogatott.
Terbová leteszi a szélre, egy pontatlan passz, kimegy a vonalon kívül, és ebből lehet indulni, Orbán belövi. Orbán Adrián a találat szerzője, elrontották a támadás építés a csehek, és ezt kihasználta a magyar válogatott. Érdekes, 17. percben vagyunk, és az első gyors gólt lőttük. Tegnap előtt már ilyenkor az 5.-6. gyors gólnál tartottunk. Ez a védekezés minőségét tudjuk. Most a szélen nem tud belépni a labdával Renková, és így kénytelen inkább visszafelé játszani, egy oldalváltás. Egy átlövési kísérlet, csere volt a kapuban nálunk, mint lehet látni, Herorsolya, és a befejezés, és ahogy az előbb Juhász is elmutatta, egy gyors gól, Erdősi találatával egyenlít a magyar válogatott, 11-11. Szerintem időkérdésen lassan a cseh válogatottnál is, úgy gondolom, hiszen három gólt engedtek ki a kezükből, három gólos előnyt. Peciková. A bal oldalon Kultásova a pályán a támadásban, ő kapja a labdát, és húzódik vele beljebb, nem nagyon tudok mit kezdeni vele, megpattanó labda, újabb labdaszerzés, újabb indulás, újabb zicser, Erdősi, ő idefelé lőtte. Az volt a gond, hogy ráugrott a kapusra, nem a kapus mellett ugrott el, amit ugye kérünk, hogy ne a kapusra ugorjon, és nem maradt neki terület a befejezésre. 11-11. Időkérdés a cseválogatott. Jobban fest egyébként, mint a három gólos hátrány. Minden esetre a magyar válogatott most ezekkel a labdaszerzésekkel, a gyorsindításokkal, a lerohanásokkal egyenlíteni tudott. Nyugi, semmi gond. Meg tudod csinálni a következőt. Tehát a kettes feljövetelekkel bele tudunk nyúlni az akcióikba, tessék jönni, és akkor utána már nem tudják csinálni a mozgásaikat. Tehát nem engedhetjük meg, hogy ezeket a keresztmozgásokat megcsinálják. Ha ketteseink jól följönnek a túlsó oldalról, akkor ezeket szét tudjuk verni, és akkor utána már olyan megoldásokat választunk, ami számunkra kedvezni, és akkor már csak futni kell. Jó? Védekezés, ez a titka, hogy föl tudjuk fogni, akkor elmegyünk föl. 2-3, magyarok! Azt kérte az András, hogy a terület szűkítéssel a kettes védők irányító pozíciók próbáljanak meg fautokat végrehajtani, tehát szűkítsék be a támadás építésüket egy szűk területre, ami értelemszerűen majd adhok megoldásokat fog eredményezni az ellenféltől. Hát ezt szépen is megoldottuk az elmúlt percekben. Főleg a Szamoránszky Piroska kiválóan oldja meg ezt a feladatot. Igen, hogyha megnézzük egyébként a mérkőzéseket itt a Provident Kupán, akkor a 23 kapott gól, például a szlovákok ellen, miközben rengeteget lőttünk elől, azért egy elég sok. És nem tudom, hogy itt 11 gól a cseh csapattól szintén, tehát hogy a védekezés a kulcs, ezt mondta Németh András a végén, és azért ez nem mindig, talán nem mindig működik kellő hatékonysággal. Igen, mert 40 gól fölött nem mindig fogunk lőni, sőt, hát Európa bajnokságon kizártnak tartom, hogy ilyen góllövő számot mutassunk. És akkor már sok lehet esetleg a 20-23 kapott gól. De most nézzük a csehek támadását. Megint kényszer megoldás volt, hogy tovább vitte Kultvásova a labdát, nem ezt tervezték a csehek, de jól fogtuk meg. Ez már jó védekezés, ez már nagyon jó védekezés. Tehát ez már az, amit a elmúlt két napban látunk a válogatottól. Petriková, Kultvásova. Most történik, amiről András beszélt, ugye a Szamoránszky Piroskának a mozgását láttuk. És 3-2-ben fordul a magyar válogatott, Szamoránszky, Orbán, Szamoránszky, gól! Vezet a magyar csapat 12-11-re. Megpróbálja, és meg is oldja, nem megpróbálja, meg is oldja egy az egyben Kultvásova ezt a támadást. A Zsuzsát sajnos megverték egy induló csendő, és már a Piroska csak besegített, ami késő volt. Egyébként nem baj, hogy ilyen a mérkőzés, én azt gondolom a válogatott szempontjából, a nagyobb küzdelemre kényszeríti a csapatot. Igen, pont ezt mondtam.
az elején, hogy kevés alkalommal volt ilyen a Providence kupán, és eddig a meccsen is sajnos kevés alkalommal láthattunk, hogy szép átülés volt a magyar csapaton, hogy Görvic Anita kétszer villan, most pedig van itt a színvonalra szerzett távolról nagy gólt, ez pedig Hertől egy jó védés. A sok riadás Orbánnak hosszú, nem tudta elérni. Na nézzük meg még egyszer az előző védést. Ott volt a keze Terorsinak, Skárdova lövésénél. Eltelt 20 perc az első fél időből, 13-12-re vezet a magyar válogatott. Tehát az előző 5 percben a csehek összesen egy gólt dobtak, mi pedig 5-öt. Ez egy szerencsétlen gól, mert Erosi kiállt a rövid oldalra, de Kulpásova lövése megpattant a blokkon. Kapusok nem szeretik ezt a helyzetet, amikor el van osztva a terület. A védő és a kapus között, aztán egy megpattanó labda, aztán teljesen visszóban. Igen, mondjuk megjegyzendő, hogy arra is lőtte a labdát, tehát nagyon irányt nem változtatott, tehát hogy elmegy a kézmenet, akkor ugyanígy gól. Puff. Ez pedig Anita Simonetta lövőkedvét jelzi, hogy most már nem csak lő, hanem talál is. Kétszer egymás után ráadásul. 14-13. Ezt a védőfalat neki át kell tudni lőnie. Tehát nem egy kimondottan erős, illetve magas építésű védőfal, de neki ezt meg kell tudni lőni. Kutasová. Nagyon-nagyon üresen hajtuk lent a szélen Nedlikovát. Igen, már többször fordul elő, hogy a súlypontváltásokkal ugye kilövik az ellenoldalra a labdát a játékosok, a cseh válogatottnál, és erre nem készülünk. A védők jönnek fölfelé, próbálnak a előinduláshoz helyezkedni, és mögéjük lövik a labdát. Nedliková háromszor volt eddig eredményes ezen a mérkőzésen. Összesen a tornán 13 gólnál jár, ezzel ő a legeredményesebb cseh játékos. Jó lenne, hogyha nem szaporítaná tovább góljainak számát. 22. perc, mint látható, szabadobás Majer, Tomori. Görbicnek kell a labda után szaladnia, Planéta szedi föl, Görbic, Tomori, Görbic, visszalövi, nem ért bele senki. Csak a kapufa. Ajajajajajaj, de kellemetlen, hogy csinálja a Cundert. Ugyanezt láttuk megint, mint az előbb, csak ugye most irányítóból ellenoldali szélső váltás volt, a szélsők nagyon fölhelyezkednek, próbálnak már labdaszerzésre, vagy éppen előindulásra, folyamatosan belőzik mögéjük a labdát. Tenkova, de akkor ez egy tudatos ellen, hogy beviszi. Így van, a cselány, és utána kilövi. Tudatosan alkalmazzák ezt. És meg is zavarják ezzel rendszeresen a szélső védőinket. Tomori pedig elhagyja a labdát, vezet a cseh válogatott, reméljük csak egy góllal, nem, kettővel. Nedlikova most már a negyedik gólját jegyzi, és annak ellenére, hogy a magyar válogatott fölzárkózott, vezetett is most újra 16-14-be Csehországnál az előny. Annyit azért el kell mondani a történeti hűség kedvéért, hogy a két válogatott mérkőzésén, amióta ugye van kézilabda és Csehország önálló, azóta nem kapott még ki a cseh csapattól a magyar női kézilabda válogatott. Hogyha az elmúlt időket nézzük, akkor például a legutóbbi meccs 2013. decemberében a világbajnoki csoportmeccsen 35-27 a magyar válogatottnak, és hát a legszorosabb siker az még 2000-ben, Görvic Anita közben a labdával. Ez is hibátlan eddig, hibátlanul lövi a büntetőket Anita. 15-16 magyar szempontból a mérkőzés állása. Görvic újabb 7 méteres találata, 4-ből 4. Szóval 2000-ben volt egy egygólos győzelem, 26-25. És még elmerülve a statisztika tengerében, az első hivatalos női kézilabda válogatott mérkőzés a nagypályán 1949-ben Prágában Csehszlovákia ellen játszott a Magyarország. Tehát a magyar válogatott első hivatalos mérkőzését 6-0-ra nyertünk. Zsalakon, gondolom. Ezzel Füvön is játszottam. Füvön is? Füvön is. Az de jó lehetett. Füvön. A futballpályákon játszották ezeket a mérkőzéseket. Bulat bent a pályán most. Görbic, Planéta. Bulat, Planéta, Májer beálló poszton.
Fent középen Planéta. Görbics. Kár érte. Nem vagyunk 100%-osan továbbra sem ott. Erdősi kezéből csúszott ki a labda. És már meg is érkeznek a csehek a magyar kapu elé. Azonban egy rossz passz, de előtte egy szabálytalanság. Bulat kap egy lapot, de jól tette, hogy megfogta a képen látható Szeluckát, mert nagyobb ez lehetett volna ez, a baj. Ez megint egy helyzet lehetett volna. Sterbova volt az, a közbetörni igyekezett, nem sikerült. Márcsikova. Vékony lány irányítóban, de elég nagy lövései vannak, azt lehetett látni. Korábbi mérkőzéseken. Most a szélen figyeltünk arra, hogy Medvukova ne tudjon borsot törni az órunk alá, és nem is sikerült gólt szereznie, így egyenlítésért támadhatunk a 26. percben. Riscsuk, Bulát, ojjajjaj! Hunár Bódi, és... Nem akarja elhinni a cseh játékhoz, amennyiben belül állt ez egyértelmű. Hogy... Igen, de közben egy sárga lapot kapott a szövetség kapitány, a cseh szövetség kapitánya reklamálásért, pedig ezen sok vitatkozni való nem volt. Görbics megy oda, és készülődik az 5. 7 métereséhez, és egy újabb kapus a cseh válogatottnál. Lof, nagyon, nagyon flegmán. 16-16. Megint visszajöttünk. Két gólos hátrányból, és egyenlít a magyar válogatott, Görbics Anita a 5. 7 méteresből szerzett góljával. Egy lepattintott labda, ezt ott már nem tudja megfogni, herindít, és soha kell kapkodni a lábát. Görbics visszalövi, befelé indul. Talán ha tovább húzza, akkor szerencsésebb lett volna a befejezés, nem volt igazából jó helyzet. Egy támadás és egy ügyes befejezés, de nincs gól. Nincs gól, és így viszont megszerezhetjük a vezetést a első félidő 28. percében. Görbics, Mayer, vonal. Sajnos ott volt a vonalon. Mayer lába pedig megint Görbicsen szépen szolgálta ki a beállót. 16-16 marad az állás. Lehet látni. Jól látta a belépte, ahogy szoktuk mondani, Teli belépte, igen. Nem jó magyarsággal, de... Nagyon ügyes lefordulás és belemenés. Bulát kicsit rá is játszott. Kultásová. Hát most jótékonyak voltak, hogy kedvesek voltak velünk a bírók. Kultásová volt végül is szabálytalan, itt pedig már Csenkova volt látható a közeli képen. Megkezdődik az utolsó 2 perc az első félidőben. Szucsánszki a pályán, Bognár Bódi lent a szélen, a másik oldalon pedig Erdősi Ildi. Bulát, Planéta Simonetta, Bulát, Mayer bendeállóban, Szucsánszki. Planéta Simonetta, és ebből indul a cseh válogatott. Csenkova, Zitzer, Erolsolya véd. Majdnem meg lett a kipattanó is, a visszafelé kocogó Erdősi Ildi. Egy picit gyorsabban érkezik, elcsíphette volna. Ugyanaz történt, mint az Erdősi Ildi lövésén, ráugrott a kapusra is. Ez nagyon jó lehetőséget biztosít a kapusnak arra, hogy árítson. Kultvásová passzolja vissza a labdát, nincs tehát újabb magyar gól, de nincs újabb cseh gól sem, maradt 16-16 a találkozó állása itt az utolsó percekben, az első félidő végén. Kié lesz? Nem a miénk. A csehek jöhetnek. Nem tovább. Kultvásová. Benkova húzódik beljebb. Lövő helyzet nincs, most van, és nagyon szépen a kapu bal oldalába zúdítja az újabb vezető csegolt, Svetková. Kint állt a kapu jobb oldalában Erolsi. Várta volna az Orsi, hogy a Szamoránszky piroskáig takarják az vissza oldalt.
sajnos nem találkoztak a lövőkézzel, csak a testtel, aztán teljesen egyértelmű volt a befejezés. Na egyenlítsünk, mert nincs már olyan sok hátra az első félidőből, kevesebb mint 20 másodperc. Planéta, Szucsánszki, Planéta onnan nem fogja előni. Bulát igen, de véd, sajnos véd. A cseh kapusa Raniková. És így az utolsó másodpercekben újabb gólt lő a cseh válogatott, ez pedig azt jelenti, mivel Kultvesovára nem jutott ember, és akadálytalanul léphetett be a labdával, 18-16-ra vezet a cseh válogatott. Egy kicsit kezd olyan lenni ez a meccs, mint hogyha erre készültek volna a csehek az elmúlt két napban, mert egészen másképp játszik a cseh válogatott, de hát egészen másképp játszik sajnos a magyar női kézilabda válogatott. A csapatoknak a helyezéséből adódóan ki fog ütközni, és hozzuk ezt a mérkőzést, és három győzelemmel fejezzük be a Providence kupát. Nagyon nehéz lehet egyébként egy tornán az utolsó nap már torna győztesként játszani, talán még külön nehézségi fokozatot jelent, hogyha ez egy hazai torna, de most jelenleg az a legfontosabb, hogy a védekezés és a védelem jól zárjon. Szomori ennek egy éven úgy fogja meg a beállót, mint hogyha az élete múlt volna rajta. Igen. És oda is a lehetőség. Tehát ez a támadás, ez a cseh támadás gól nélkül zárul. Görbic közben a kezdőben, itt a második félidőben Bulát, mint lehet látni, Szamorászki kint a szélen pedig. Labdát szerez a cseh válogatott. Herr belelép a lövésbe. Talán belül ért hozzá, úgy ítéltem a játékvezető a Kovacsics Anikó. Igen, mert hogy Kovacsics is itt van a bal szélen, a másik oldalon pedig Bognár Bódi Bernadett. Remélem, nem hagytam ki senkit. Újra a csehek támadnak. Jessikova. A keresztmozgás elindul. Aztán lekerül a jobb szélre a labda, onnan vissza középre. Ková megint Herr találkozik a labdával másodszor. Itt a második fél időben egyébként ő ugye beállt csereként az első fél idő derekán. Közepén, jól is védett. És jól védett, már ott is volt több lehetősége, ez pedig szabályos. Igen? Nem, leért. Rálépett a vonalra. Anitának ezt be kellett volna fejeznie, tehát ez egy nagyon szépen kialakított a saját maga részére induló cserel a helyzetet, és hát önzetlennek akar tűnni, de szerencsés azok mondja befejezni. Igen, talán most nem feltétlenül kell önzetlennek lenni, hiszen két gólos hátrányban van a válogatott. Szamorászki piroska gólja, tehát nem volt érvényes, ahogy láthattuk a játékvezető ítéletből, és megint herhárítja a lövés. Kultvesova kísérletezett, de most, hogy csóválja a fejét, hát nem az a recept, hogy háromszor is zicserben vagy egy jó lövés után kelljen neki közbeavatkozni, jó lenne valahogy a védelemmel megakadályozni, hogy ezek a lövések ne érkezzenek a kapujára. Igen, hát ez most ebben adósak maradunk, hát ütközésekkel, területszűkítésekkel, amit András kért, ezt nem tudjuk megoldani, most úgy tűnik. Kovacsics húzódik bejjebb, Görbic. Így kell, pontosan így kell. Szomori a találat szerzője, egy óra fölzárkózik a magyar válogatott. Szomori Zsuzsa, te állt a gólszerző. Olyan. Ez hihetetlen, hogy ezen. Buláton hogy tudta átfűzni magát a cselány? Kupková, most már mindegy, mert átfűzte magát. És nagyon így könnyen került helyzetbe, tehát így egy hármas védőt nem verhetnek meg, azt gondolom. 19-17 Csehországnak. És újra magyar támadás. Görbic, Szomori. Kivinyi. Szomori a labdával. Elakad a labda a kapus kezében. Tanikova ott hagyta a bal karját. Oda húzta a karját egészen pontosan Kivinyi Kinga lövésénél. Kivinyi az első mérkőzésen 4 gólt is szerzett. A másodikon is játszott. Ott csak egyet. Labdaszerzés, Szamorászki, Bulat. Jó a passz, és Rebek a keresztbe vitt labda, Bognár Bódi Bernadett góljával. Megvan a 18. magyar találat. Érzi,
hogy tovább kell menni még, két lépést. Nagyon bátran fölvállalta, dicséret legyen mondva. Bulat a védelem közepében, Tomori mellette, Görbic. Tomori kezéből, sajnos odapattan, hát ez most egy pettyes gól. Szelnerová köszönte szépen, Tomori ugye bele kapott a labdába, és visszapattan a cselányhoz, itt lehet látni még egyszer. Sajnos. A miénk volt a labda, védekezésünk összeállt ebben a tekintetben. Kivinyi passzolja. Kovacsics vissza, Görbic indul el, Kliminyi, Tomori, remekül ment végig a labda, a befejezés pedig is egy Bognár Bódié. Bognár Bódié Bernadett most egy percen belül két volt. Egy csavart ívelés. Ez a harmadik gólja a szélsőnek, és 19-20 magyar szempontból a találkozó állása. Tová. Görbic kipattogtatta a labdát, és jó a passz, áj de kár! Bognár Bódi most a kapufát ütöli telibe. És futni kell vissza, mert jön a kontratámadás, és emberelőnyben vannak, ugye Bognár Bódi lemaradt, de helyén van. Herorsi, újabb szép, tiszta védése, Bulat, Görbic. Tomori lefordul, befejezi. Egyenlít a magyar válogatott. Most mondhatnám azt, hogy végre, de azért nem lehet ezt mondani, mert volt már ilyen, hogy egyenlítettünk az első félidőben. A 20. percben át is vette a vezetést a magyar csapat, törölni kell közben. De mi érdekesség, ugye 23 gólt kaptunk a szlovákoktól, és most tartunk 20 gólnál a 6. percben. Tehát ez mindenképpen sok mindent elmond a védekezésünk feszességéről. 20-20, hát legyen ez a határvonal. Mert nem volt könnyű egyenlíteni, azért azt tegyük hozzá. Hát pattog a kapuban és jól véd, nagyon jól véd szerencsére Erorsolya. Kiválóan. Tehát, hogyha ebből csak egy-kettő becsúszik, akkor nem támadhatnánk. Öt védése van ebben a körülbelül. Tomori! Nem támadhattunk volna a vezetés megszerzéséért. Tomori Zsuzsa pedig a harmadik gólját lövi. Ezzel átveszi a vezetés a magyar válogatott, akkor, amikor eltelt a második félidőből 6,5 perc. 21-20. Tetszik Bová. Tetszik Bová. Átkerül a másik oldalra. Kerszikova. Kukkova. Kerszikova. A szélről bejött most, de hiába jött be Medlikova, mert hogy a lövés végül is a képen látható Sterbováé, azonban Herorsolya tovább és jól áll a lábán. Itt a lassításból láthatjuk ismét a védését. Ez pedig egy szép gól. Tomori nagyon elkapta a ritmus. Ő most már a negyedik gólját szerzi a második félidőben. Két gólos magyar előny. Az, ami megfigyelhető, hogy jól működik, mint az eddigi két mérkőzésen is, a Görbic Anit és a Tomorinak a páros kapcsolata. Balátlövőben Anita meghúzza a labdát a Tomorinak, és abból jó lehetőség nyílik a befejezésekre. Eszik tovább. Tovább. Sterbová. Nagyon sokat vannak hárman a pályán, kiegészülnek Medlikovával. Talán ők töltik a legtöbb játékpercet. Bent a csapatban a cseheknél. Valahogy kikerül a szélre a labda, Mála indul el visszafelé. Rossz a passz, Herr megszerzi, nincs induló ember. Így megfontoltabban kell támadást építeni. Hálinger Katalin volt látható, Szamoránszky, gól! 23-20. Nagyon üresen kiválom volt. Megoldás. Pillanatok alatt ellépett a magyar válogatott a cseh csapattól, most már 3 gól a különbség. Sterbová,
Medlikova ugyanaz a figura, amit már sokszor láthattunk a csehektől, csak most sajnos nagyon-nagyon tisztán maradt középen Szelucka, és hát nem figyeltünk rá. 23-21. Sajnos az összes védőjátékosunk előre helyezkedett, és a vonalon futó beállót senki nem követte, senki nem adta át a mellette lévő társának, és ez megbosszulta magát. Klibinyi, Görbic, Tomori. Tomori középen, Klibinynek egy leheletfinó mozdulattal bejött Tamaránszki Piroskához, aki most nem nagyon hibázik. De közben már a másik oldalon Nedlikovával van bajunk. Van vele baj elég. A szövetség kapitányán Basini. Nedliková. Időkérés. Méghozzá időkérés. A csehek részéről. A második. Érzik most a csehek, hogy a magyar válogatott lényegesen összeszedettebben játszik, mint az első fél időben. Tehát és a kettes mondja, hogy nekik kell fölmenni, te meg írsz majd a beállóhoz. Jó? A másik, tehát azt kérem, ha folyamatosan támadjuk a labdát, ütögessük a kezünket, ne hagyjuk ott, tehát itt is volt szituáció, nyújjunk bele, ne hagyjuk, csak hogy úgy látod, és tényleg csak keresztbe viszik. De előbb-utóbb lemaradunk a dolgokról, azért, mert csak a lanyán követjük őket. Aktívan, nyújj, állna csak, hogy próbáld meg elbizonyítani, hogy ne tudja biztosan fogni a labdát, ne tudja biztosan szervezni a támadást. Több fal kell a védekezésre. Gyerünk, nagyok tovább! 2-3! Magyarok! Itt lehet látni Görbic zseniális átadását és Tomori egyik gólját a második fél időben, valamint hát kaptunk azért bekkes gólokat is itt ebben a játék részben, mert ez előbb látott, és ilyen volt Bognár Bódi, kétszer is megvillant itt a második. Az mindenképpen elmondható, hogy egy más szellemű csapat jött azért ki a második fél időben. Eredményen is látjuk ugye, hogy 24-21-re már vezetünk. Reméljük, hogy meg is marad ez a rendület. Szerencsére más szellemű a csapat. Vezetés a magyar válogatott. Sterbová passzolta vissza a labdát. Hüppková, Medlikovától kapja. Hüppková. Hüppková. Rendszeresen játszák ezt a széről. De most figyelünk a beálló posztra megérkező Málára, és figyelünk Medlikovára, és nagyon keményen ráadásul. És elkezdett a magyar válogatott úgy védekezni, ami hát nem túl szép, de hatékony. Hatékony, igen. Sok keresztmozgással operálnak a csehek, két bálóra való befutással, amivel próbálják a védelmünket leszorítani, de ugye most ezt nagyon jól kivédekezzük, nagyon jól megtaláljuk ennek az ellenszerét, továbbadjuk a befutó játékost, illetve a lövőre ki tudunk lépni. Amit most is látjuk ugye, hogy ez egy kicsit most már keményebben védekezünk. Igen, volt némi fegyelmező ereje ennek, igen. Ahogy Medlikovát letettük, mert mégiscsak hát ne ficánkoljon annyit. Megpróbálja egy az egyben megoldani Bognár Bódi mellett Veronika Mala, sikertelenül. Túl vagyunk az első 10 percen a második félidőben. A magyar válogatott ledolgozott egy két gólos hátrány. Tomori indít, Bognár Bódi zitterben. Kiváló védekezés volt, nagyon jó indítás. Egy gólt érdemelt volna. Az első két nap nem nagyon lehetett látni egyébként ilyen tiszta zsitszerben rontás. Most az első fél időben is volt egy vagy kettő. Ez is most olyan volt, ez pedig nagyon szép, közben nyúlás volt. Kovacsics Anikó kezéről pattant ki a labda jókor, mert hogy eljutott volna Nedlikovához, és akkor nagyobb a baj. Januskova. Nedlikova. Medlikova bent középen, Tomori és közte azért van magasságbéli és erőbéli különbség is. Ez egy kicsúszó labda. Egy hiba, Bulat, Tomori. Bulat, már Bódi kanyarodik be. Keresztpassz. Na kié lesz ez?
a miénk, mert hogy a passz pillanatában lerántották Kovacsics Anikót, aki átvette a másik oldalra. Próbáltuk széthúzni egy kicsit. De... igen, elég kockázatos passz volt innen bal szélről felkanyarodásba, vagy hosszú átadást végrehajtani a visszarendeződő védők gyűrűjében. Most közben a szélen cserélt Német András, Orbán a jobb oldalon, Bognár Bódi lejött, Görbic, Tomori. Na mi lesz ebből? Megoldja Tomori Zsuzsa egyedül. Hát lehet, hogy nem így akarta, vagy ha igen, akkor ezt tánciskolában tanult ezt a figurát. Igen, hát nem hitték el a védők, várták a játékvezetői sípszót, aztán Zsuzsa befejezte. Ó, Erolsi, hol a labda, kérdezi. Ott hagyta a lábát a félspárgában. Jól tette. Tomori. Beléptek elé ketten is. Talán, ha kiteszi a szélre, a Vanikónak talán jobb lett volna. Magára húzta az 1-es-2-es védőt. Ez nagyon szép védés. Erről se egyre jobban elkapja a fonalat. Lassan baráti a viszony már a norvég bírók és Orsi között, mert láthatjuk... amennyi találkoztak az elmúlt három napban, többet töltöttek együtt. Korábbi napokban is beszélgettek, de most már kimondottan mosolygós. A magyar kapus főképpen úgy, hogy vezetünk 4 góllal. 25-21, és megint a csehek építkeznek. Eszikova. Kultvásová. Eszikova. Kultvásová. Eszikova várta volna a passz, de megpróbálta a társ egyedül megoldani. Bulat azonban útját állta. Nincs passz, most igen. Mert nem akadály Görvic néző, hogy kit lehet indítani, egyedül indul és hozza fel a labdát. Görvic Anita, Tomori Zsuzsa. 2 perc és 7 méteres. Megcsinálta a csel Tomori Zsuzsa, és utána elég nyilvánvalóan a szabálytalankodott Kelucka. Ezért a gólhelyzet. És ez gólhelyzet, igen, nyakra is fog. Visszarántotta a csel után. Minden. Görbic Anita állhat oda, talán az első kiállítás a mérkőzésen. Igen. Görbic a 7-essel. Nagyon szép gólokat lő Anita, és hibátlan büntetés végrehajtó. 26-21. Lágyan Pimaszul teszi el a labdát a kapus mellett. Mülnerová az, aki most a kapuban áll egyébként a cseheknél. Rybková lekerül a szélre, Mála. Rybková, így azért nehezebben tudnak elindulni a cselányok. Hú, ez most becsúszott itt. Előtte a labdát az első fél időben említettem már Csikovától, láthatunk ilyeneket. Most talajról lőtt. Kicsit pekhiesen becsúszik a labda Erolsi lába alatt. Ezek a lövések nagyon kellemetlen a kapus szempontjából, hiszen utolsó pillanatban látja, meg takarásból lövik el a játékosok. Ember előnyben kaptunk gólt. Krivinyi. Kovacsics Anikótól kapta vissza, most már Görbic. Krivinyi indul el befelé. Szamoránszi szép. Ez egy váratlan húzás. És jó befejezés. Ott is volt egy meszhúzás ebben az akcióban, tehát túl is a játékvezető. Igen, igen, méghozzá Rybkovának. 15-ös számú játékosnak, igen. Igen, Rybková az, aki szabálytalankodott a bejátszás előtt. Rybková most pont nála a labda, ő teszi vissza középre. Márcsikova passzol, majd kapja vissza, figyeljünk rá, hogy ne lőjön. Hová? Telnerová. Martikova beállónak, ezt nem lehetett hárítani, nagyon üresen megint ott hagytuk. Sajnos megint ugyanaz történt, a kilépő védők mögött nincs biztosító játékos, aki végig kísérni a beállót. És a kettes védőről folyamatosan lemozog a beálló a kilépő hármasok közé. És ugye a második ember előnyben kapott gólunk. Igen. 27-23, Görbic, Zsivinyi, Bulat, Orbántól indult a szélről, Bulat,
Görbic. Kovacsics, Görbic fölé. Távol volt Anitának. Nem volt túlságosan erős akció ez most. A csehek kicsit megfogták a magyar rohanást az időkérés óta, tehát akkor nagyon fölénybe kerültünk, és az időkérés a szemlátomás jót tett a cseh válogatottnak. Kultvasová. Kultvasová. Márcsiková. Belemenés. Szabálytalan középen. Aha. Középen szabálytalankodott. Szelucka is ezt szült aki a norvég bíró. Krivinyi egyedül. Ez így viszont 7 méteres. Bizony. Nagyon szépen észrevette a Kinga, hogy a két védő közt megvan a kellő távolság, és bevitte a két védő közé a labdát. Nagyon bátran fölvállalta. Medikova pedig belül védekezett. Itt indul el Krivinyi Kinga, és hiába véd a kapus. Müllnerova tehát Görbic a labdával. Ezt is belövi. Anita hibátlanul lövi a büntetőket. Talán a hetediket értékesített, hogyha jól vezettem a statisztikát, és 7-ből 7-es mutatója van Görbic Anitának a büntetők terén, és hát őt átlövésből is volt. 28-23. Medvikova. Márcsiková. Ő kapja vissza, Márcsiková. Utková. Kultvasová. És megint megcsinálják ugyanazt, csak hogy most Erolsi a útját állja a labdának. Nagyon ügyesen játszották meg az első fél időben is a beállót. Igen, igen. Főleg nyitott védekezés ellen, most a 6-0-ás területvédelmen is megtalálják. Kettes védőrű folyamatosan belép a hármasokhoz. Anitának tovább kéne kicsit kísérni ezt a márot, és át kéne adni, vagy emberfogás szerint végigvinni. Most kis csuklon bent középen, és labdaszerzés lehet indulni. Orbán tette tovább, Görbic. Megvan még, Orbán. Bulat mentette meg, Krivinyi Tiszczuk csere. A Tiszczuk Krisztinának próbálta bejátszani bálóba, csak épp háttal volt, tehát úgy nehéz. Időt kér Német András azzal a lendülettel, hogy lejön Tiszczuk, időt kér, és hát gondolom például erre a beálló problémára is lesz néhány szóval, de valószínű. Hallgassuk. Jön most le, Pirincs jön most le, akkor következőképpen, tehát a maradt balátlövő a Kinga, Zita van középen, Zsuzsi átmegy jobb átlövőbe, és akkor a Szabi a beálló. A Szabi csak nagyon tuti esetben cserél, akkor ez van visszafutszoda, és kettes védő vagy, és marad ugyanúgy a csere, a buli, lejössz a buli, csak a Kinga között, így csere marad, jó? Nagyon az. Úgy beáltatnak minket, de jól csinálják, én nem vitatom, de úgy beáltatnak, nem nyúlunk bele az akciókba, és a végén ott van egy helyzet. Kettő-három, beáltatnak minket, és ugye gondolom ez pont erre vonatkozott, amiről beszéltem. Igen, továbbra is azt kérni az András, hogy próbálj meg belenyúlni a előre eltervezett úgymond alapmozgásaiba, alapjátékaiba. De ugye hát ez nem mindig sikerül. Időkérés után tehát magyar támadás. 28-23-as vezetésnél 5 gól a különbség. Tomori, Livinyi, Papuka és a kipattanó Tisza sodorja. Márcsiková. Így bizony. Aha, akkor viszont bennállt a 28-as számú játékos, mikor a labdát. Orbán, Márcsiková, amikor visszatette a labdát, akkor ott volt a vonal a lába valószínűleg. Ezt fújta le a játékvezető. És kicsit kuszább helyzetben. De Orbán az ilyen gól szerzett. Remélem, hogy érik a jóslatom a fél időben, ugye már 6 gól. Hát igen, most 6-tal vezet a magyar válogatott, de hát a realitás az ez. Nem pedig az, hogy 2 gólos hátrányban vagyunk. Sajnos a kipattanó Herről visszakerül a lövő játékoshoz, és Kultvasová másodszorra már beveszi a magyar kaput. 29-24. Ez már a mi labdánk volt, egy nagyon szép védés után indult a szélső, a kettes védőnek kell ilyenkor kihelyezkedni a kipattanó labdára, de lemaradt ugye a Zita erről.
és akkor Szucsánszki középen, ahogy hallhattuk Németh Andrástól. Erdősi, Livinyi. Szucsánszki Tomoritól kapja vissza. Livinyi Kinga kipördőt. Szucsánszki Zita kezéből a labda, de szabad dobás. Van a közeliképpen Zita. Próbálja egyedül megoldani Mayer. A csehetőetnek. Márcsikova. Keveset volt Penkova játékban itt a második fél időben. Márcsikova 1-1-ben. Ó! Beragadt herlába alá a labda. Krivinyi. Szucsánszki. Krivinyi még rendezetten a védelem. Ezt próbálja Krivinyi Kinga kihasználni, azonban elakadt Mülnárova lábán, ugyanúgy, mint nálunk Herolsi a lábában a labda, ez pedig bent van Szelucka. Most ebből a rohanásból nem jöttünk ki jól, 29-25. Hát, a gond az, hogy nem csak előre, hanem visszafelé is kéne rohanni. Tehát itt most a visszarendeződéssel komoly gondok voltak, nem futottunk vissza kellő intenzitással, illetve kellő fegyelmezettséggel. Tissuk most fönn van támadásban, Erdősi megy le a bal oldalra, Szucsánszki, Tomori. Tissuk, Tomori. Jönnek rá, megfogják. Sterbova akasztotta meg. Tissuk. Szucsánszki és Tomori. És Tomori visszalövi a felső sarokba, nagy gól. Igen. Lőtt már ilyen gólt az elmúlt két napban keresztben, most jobb átlövőből, ugye ez egy jó pozíció, jobb kezes létére. Elsodródik a védő mellett és visszalövi a takart oldalra. A kapus ugye követi a játékos testét ilyenkor. És a visszalőtt labdára már nincs esélye. Kárítson. Egyben Tomori Zsuzsa egyébként elindult Görvisz Anita nyomában a gólok terén. Miközben kapunk egyet a nagyon belelendülő Márcsikovától. Ugye, kegyetlenül hát kilőtte a hosszú felső. Igen, itt elaldottak bennünket, ez úgynevezett svéd figura volt. Amit egy labdás helycseréből, egy visszapaszból a kettes külsőn lehet befejezni. 30-26. Szucsánszki. Oh, pedig tiszta zicser volt. Zicser volt egészen pontosan Mayer, azonban nem tudta végül is befejezni, kihasználni, de labdaszerzés, újra mit támadhatunk. Talán egy kicsit megfontoltabban kell. Németh András végül rögtön elkapja ott. Lecserélt Mayert, és mond neki néhány mondatot, Mayer Szabina pedig fújtat egyet, és hallgatja. Mit tud tenni? Igen. Szabad dobás. Szamaránszki, Szucsánszki, Tiszczuk. A váratlanság ezúttal nem vezetett eredmények, Kultásova mellett próbálta előni Tiszczuk. A csehek támadnak 30-26, kicsit közelebb jött a cseh válogatott, most 4 gól a különbség. Tiszczuk odaér, így viszont, mivel belül védekezett, 7 méteres. Oda lépett, megint hát elég tisztán kapta a labdát Szelucka, és némi késéssel ért pedig Tiszczuk. Hát ismét a báló körüli védekezésünk az egész második fél időben komoly gondot okoz a csapatnak. Ezt mindenképpen le kell tisztázni ezen a következő időszakban. Renková a labdával. Her! Az egy nagy szerencse, hogy Herolsója ennyire jól véd itt a második fél időben, meg már az elsőben is, mert nem tudom, hanyadik zicser hárítás, olyan 6-7-nél járt szerintem. A második fél időben 11 védése van. 11 védése van. Csak a második fél időben. És ugye ez most egy büntető. Szucsánszki kihúzódik a szélre, Tomorit hozza játékba a Tiszczuk. És itt löknek rajta Tomori. Erdősi, Tomori a pattogó labdát végül is összeszedi. Az nem lepődtem volna meg a kettő perc. 7 méteresek, 7 méteres az biztos. Kapuscsere egyébként. Mülnárová lejön, és helyette Satrapová áll be. Itt nézzük meg a lassítást. Belül állt a csajátokos egyértelműen.
Görbics Anita. 998 válogatott gólnál jár. Nincs olyan 999. Maradt a 990. És hát a hibátlan mutatót most a hetesek terén. Nem merem mondani, hogy rontotta, de hát tulajdonképpen végül is rontotta. Herr azonban egy újabb bravúrral. Erdősi Zitzerben gól. Ugyanoda lőtte, ahova Görbics Anita szerette volna a büntetőt. 31-26. Kettő perces kiállítása. Igen. Volt már egy sárga lapja. Igen, még az első fél időben figyelmeztették a cseh edzőt. Cseh edzőnek elnézést. És most ismét szóval tartotta a norvég bírókat. És így azonban akkor a magyar válogatott támadhat. 5 gólos különbségnél. Tomori várja, hogy a bíró útjára engedje a játékot. Kocsánszki. Tiszczuk. Ügyes megoldás volt egy pillanatra. Nem mutatta, mintha letenné a szélre Orbánnak, és így szétnyílt a fal, ott lépett be Tiszczuk. Nagyon szép megoldás, hogy jobbkezes, jobb átlövőnél az ugye veszélyes, ugye paszt irányba első kézben megmutatja az átadási cselt, és ezzel a egyes védőt reakcióra kényszeríti, és megnyílik a lehetőség a betörésre. Ő pedig becsusszant. 32-26. Újra visszaáll a 6 gólos különbség. Most megint jól játszik a magyar válogatott, ettől függetlenül újabb állógól. Ebben a védekezésben, ebben nem tud előrelépni a csapat, mert a beálló rendszeresen gólt szerez. Szelucka újra a gólszerző, és időkérés. Jön a beállójuk kettesről, és akkor a hármasaink elfelelkeznek, hogy folyamatosan ott marad. Tudni kell a hármasnak. Jó, tehát most változtatunk. A Simo és a Real lesz a két hármas, amik a kettes ember, akkor marad a Széla. Igen, aztán Trish jobb kettes védő, és akkor úgy Szélen marad az Orbis. Jó, és akkor támadásban te vagy a bal átlövő, jobb átlövő közé, Rea beálló. Na gyerünk! 2-3! Magyarok! De most szó volt ugye, hogy hallottuk a bálok körüli védekezésről. Reméljük, hogy ebben a hátralévő röpke 4 percen meg tudják majd oldani. Európa-bajnokságon nagyon fontos lesz, hiszen ott nem lebecsülve a cseh válogatottat, jóval komolyabb csapatok és jóval komolyabb bálósok fognak ellenünk játszani. Igen, és Herorsi azért néhányat megfogott ezekből a beálló zicserekből, de hát így is kaptunk, nem tudom, nagyon sok volt erről a bosszról. Ami azért komoly gond, és hát nem javult, annak ellenére, hogy már többször felhívta a német András a lányok figyelmét erre a védekezésre. Kimegy a labda, a háló mögül kell kihalásznia, de mondjuk a Müllnerovának, és ő teszi előre. Belül vagyunk az utolsó 4 percen. A magyar válogatott persze vezet 5 góllal, és nálunk pedig kapuscsere. Bíró Blanka védi a magyar kaput itt az utolsó percekben. Lehetőséget akar neki biztosítani a német András, ő ugye védett az első találkozón és az első fél időben, azóta, ha jól emlékszem, nem. És jól áll. Védésre mutatkozik, így kiválóan. Jól állja útját a szélső játéknak, mert fölé pattant a labda. Tiszczuk! Tóth, nem is nagyon volt még a pályán, vagy ha igen, akkor nagyon keveset. Tóth kapja, kapura teszi, ez nem hagyja meg a játékvezetőket. Tóth Gabi kísérlete gól nélkül zárul. 32-27 és a 28. percben járunk. A mérkőzés most már eldőlt, a tornagyőzelem itt a Provident Kupán Szigetszent Miklóson már korábban eldőlt tegnap. Miután az osztrák válogatott legyőzte Csehországot, az is kiderült, hogy a magyar csapat nyeri meg ezt a tornát.
Itt az első fél időben azért lehetett egy kicsit izgulni, mert a csehek nagyon jól kezdték a szúnyókáló magyar lányok ellen a találkozót, vezettek 2 góllal, a szünetben is 2 volt a különbség annak ellenére, hogy a magyar együttes egyenlített, sőt fordított is az első fél idő derekán az utolsó 10 perc kezdetén, és ha már beállt Bíró Blanka, akkor úgy van bele, hogy javítani szeretné a statisztikáját. Kiscsuk, most már nem cserél, Németh András Kiscsuk folyamatosan pályán van, lőtt is gólt, az előbb próbálkozik átlövésekkel kintről, ezúttal ez a kapus. És már úgymond nem töltünk, csak lövünk, mert ugye a harmadik akció 2 passz után előjük, és sajnos pontatlanul. Bíró Blanka, szabad dobás, találkozott a labdával, Kurtásova lövése nyomán, azonban marad a cseheknél a labda. Másfél perc van hátra a találkozóból. Kellemetlen lövés volt. Eszalásból váratlanul, de nem volt túlságosan szélre helyezett. Márcsikova. Rossz a passz, ebből lehet indulni. Erdősi. Tóth. Tessük, éppen, hogy megmentette. Ó, Planéta. Planéta Simonetta lövése talán a kapus térdén, de végül is kipattan. Mölnárovának ez egy nagy védés. Nekünk pedig egy nagy zicser, ami gól nélkül múlik el. Elkapkodjuk ezeket a támadásokat, úgy érzem, utolsó 4 akciónk az nem volt kidolgozott helyzet. Márcsikova, megkezdődött az utolsó perc, a magyar válogatott vezet 5 góllal. Hát most figyeltünk a beállóra. Tóth, nem eléggé. Igen. De legalább volt ott ember, még igen. Talán mindig jobb, mondjuk ezt te, mint szakember, jobban meg tudod ítélni. Mindig jobb, hát ha megfogjuk a hetest, akkor hibátlan. Hibátlan. De ez nem lehet alapelvárás, még akkor sem, hogyha Bíró Blanka eddig. Ez nagyon fontos, hogy legalább látja a hibákat a szövetségi kapitány. Bíró Blanka a kapuban tehát, kilép, itt próbálja megzavarni, sikerrel zavarja meg Veronika Malát. Hát nagyon jó beugrás az utolsó percekben Bíró Blankától, aki pedig... 3-ból 3 védés. 3-ból 3, igen. Úgy számoltam. Planéta, Tóth Gabriella, Kriscsuk. Planéta Simonetta, Tóth. Kriscsuk, ezt megcsináljuk rendszeresen. Nem meg sajnos, leért a lába, úgy ítélik meg a játékvezetőt. Hiába csináljuk meg ismét, hogy Debrecenben a románok ellen a Tomori és Görbic. Ez a vége a mérkőzésnek. Hát, kedves nézők, egy tanulságos 3 napon vagyunk túl, de most csak erre a meccsre koncentrálva a magyar válogatott végül is 5 góllal 32-27-re legyőzi Csehországot. És hát annak ellenére, hogy úgymond gyengébb ellenfél a cseh csapat, azért ebből a meccsből lehet majd olyan elemzéseket készíteni, amelyek a lányok hasznára válnak, mert hát itt azért előjöttek a hibák. Igen, a cseh válogatott önmagához képest azt gondolom, hogy a jelen esetben a maximumot nyújtotta, ettől nagyon jobban nem fog tudni játszani, viszont gyengébben kezdtük a mérkőzést, és hát ebben mindenképpen tanulnunk kell, hogyan kell elkezdeni egy mérkőzést, hiszen ez a gyengédkezés rányomta a bélyegét az egész mérkőzésre. Az mindenképpen dicséretes, hogy a második fél időben ritmus tudott váltani a válogatott, hogy teljesen más csapat jött ki a pályára. Ami még gond, ugye itt a báló körülő védekezést, amit többször is említettünk, ezt a következő időszakban rendezni kell, illetve meg kell szervezni kellő intenzitással, kellő teljesítménnyel, mivel ez komoly problémát okozhat. Összegezve azt gondolom, hogy mind a 3 nap mindenki megmutathatta a jelenlegi aktuális tudását, és hát a szövetségkapitány ebből adódóan meg tudja hozni majd a döntéseit a keret további sorsának megfelelően. Ugye az Európa bajnokságra 16 játékos lehet nevezni, hogyha jól tudom, és azt, hogy most +2 vagy +3, ezt most aktuális helyen nem tudom, hogy mi lesz a... 16 játékos nevezhető egy mérkőzésre, 18 játékos...